A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. És Varjuk Péter a vonalban az Erste Befektetési ZRT befektetési szolgáltatások igazgatója. Szevasz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na nézzük, hogy hogyan nyit Európa, mi történik, és általában milyen a hangulat? Hát ugye ezt a viszonylag jó hangulatot megakasztotta a pénteki nap, hogy nem sikerült Trump elnöknek átvernie az Obamacare felszámolását. Így aztán hirtelen megbicsaklott a hit abba, hogy na így a Trumpnak a lendületes terveiből majd mennyi minden jön, és ugye elég sok mindent fűztünk már föl erre, hogy csak más ne mondjak, a Trump rally, ami tart november óta, az nem tudom én, 15% volt talán a csúcsa és az indulása közötti távolság. Tehát nagyon sok mindent adtunk neki, egy ilyen nagyon csodaváró hangulatban volt a világ, és hát a csodák egyelőre nem jöttek, sőt az első komolyabb lépés az kudarcba is fulladt. Így aztán jön a kihúzanodás, látunk egyrészt egy dollár gyengülést, a dollár is sokat erősödött erre, illetve nagyjából, hát Ázsia is ilyen másfél százalék mínuszokba húzta bele magát, és Európa is ilyen körülbelül ilyen 1%-os mínuszokba készül nyitni, de akkor a pillanatban kerek 100 pont mínusz a határidős. Megbicsaklás vagy korrekció? Mert a korrekciót évek óta várjuk, hogy a fák nem nőnek az égig, ugye? De ezek szerint eddig erre mindig rácáfolt a piac, és mégiscsak nőttek a fák az égig. De most akkor ez csak egy kis ijedelem, vagy komoly korrekció kezdete lehet? Hát akkor behozok még egy harmadikat, no. És ugye egy negatív trendforduló, hogy most akkor egy bear marketbe futunk. Ugye ez is még az elképzelések között van. Én ebben nem nagyon tudok hinni. Tehát azt gondolom, hogy a gazdasági fundamentumok vannak olyanok, hogy itt negatív trendben álljunk. A korrekciót valóban nagyon régóta várjuk. Azt, ha jól emlékszem, akkor tavaly nyáron mondtuk ezt, hogy hú, majd szeptember, október, aztán majd november, aztán majd december, na majd a beiktatás, és akkor ez így mindig így a jelen plusz egy-két hónappal toltuk, mert hogy így nagyon kellene már, de látszik, hogy nem akar jönni. Azért azt gondolom, hogy lassan tényleg ideje lehet a dolognak, és talán ezt alá is támasztja, hogy nagyon egy irányba gondolkodik mostanában mindenki, és az elmúlt bő fél évben az amerikai háztartások részvénytartása is jelentősen megnőtt. Nem tudom, mennyire emlékeznek még a hallgatók, valamikor hát az őszintén beszéltünk arról, hogy mennyire nincsenek jelen, hogy a 2008-as válság úgy kirázta őket, hogy ebben nagy felmenetelben jellemző intézmények voltak. Úgyhogy az, hogy most kezdünk egy olyan képbe belemenni, amiben akár lehet egy szép kis korrekció. Hát azt mondják, ugye, hogyha az álmoskönyvek, a tőzsdei álmoskönyvek, hogyha a háziasszonyok is részvényt vesznek, akkor van baj. Vagy akkor kezdődik hát a visszaesés. A magyarázata az az, hogy az érzelmek azért őket kapják el, talán a leghevesebben, meg ez az a szektor, ami tőke átétele, hitele ki tud nyílni egy-egy nagy örömbe, és ők a legkevésbé tudják tartani a pozíciókat, leghamarabb ijednek meg. Tehát amikor ők nincsenek jelen, és mondjuk az elmúlt két évben elég sok ilyen időszakot láttunk, akkor azért az intézményi befektetők a maguk szabályrendszerével sokkal lomhábban mozognak, így a heves reakciók is elkerülik jobban a piacokat. Ennek azért megvan a magyarázat, hogy ez miért van így, tehát ez nem arra van kihegyezve, hogy jaj, hát a házi azt, hogy mennyire nem tudnak tőzsdézni, hanem inkább csak ha az arányuk megnő, mondjuk a forrók ezeknek, akkor ezért hamarabb tud kialakulni valamiféle negatív leesés. És idáig viszonylag szépen megvették minden ilyen leesést. Én azt gondolom, hogy ez nagyon megijedni egyelőre nem kell, de valóban ez a csodaváró hangulat után a csoda elmaradása, hát azért ez mondom, ez egy jó 15% volt, tehát az, hogy egy 5-10%-os korrekció, az bármikor benne lehet a levegőben. Nem nagyon látjuk a szikrát, talán ez lehet egy picit olyan dolog, de majd meglátjuk, nem akarok ennyire előre. Na nézzük a kicsit céghíreket, mi az, ami van? Infineon? Infineon volt talán a legizgalmasabb hírünk, ilyen pénteken, ha valaki nézte a piacokat, láthatott ott egy nagyon erős, majdnem 10%-os emelkedést az Infineon árfolyamában. Ez annak volt köszönhető, hogy megemelte a második negyedévre vonatkozó várakozását, méghozzá nem is akárhogyan. Korábban 3-7%-os árbevételi növekedést és 15%-os eredménymarzsot várt, és ezt most föltolták 8%-os árbevétel növekedés és 17%-os eredménymarzsra, valamint az egész 2017-es várakozását is megemelték a korábbi 6%-os árbevétel növekedésről 8-11 közé. Tehát ezek nagyon masszív lépések, ekkorákat azért ritkán látunk. A másik negyedévre vonatkozó előrejelzés alapján az üzemi eredmény pedig egy 20%-kal léphet előre.
és ez indokolta ezt a bizonyos 10%-os robbanást, úgyhogy őre szerintem nagyon érdemes lesz figyelni a mai nap is. Két felminősítés érkezett rá, JP Morgantől és a Citytől, mind a kettő 21,5 eurós új célárat határozott meg, valamint túlsúlyzásra javasolja a portfólió belül, jelenleg 18,7 a zárfolyama, úgyhogy innen még van bőven tere az emelkedésnek. Ezen kívül még érkeztek néhány társaságra felle minősítések, hát kezdjük mondjuk a felekkel, hogyha már hétfő van, akkor legyünk egy kicsit a pozitív oldalon. Deutsche Bank kapott az HSBC-től egy emelést, 16 eurós új célárat, hát ez alig van 50 centtel a jelenlegi ár fölött, úgyhogy ez azért olyan bár emelés, de valójában nem mutat nekünk túlságosan sokat a jövőre. A Siemens kapott egy emelést a Goldman Sachs-tól, itt 107 euróra húzták föl a célárat, ám jelenleg 124 euró fölötti ára mellett, ez inkább csak hullog a Goldman a piac után, a Siemens árfolyamát az ember nézi, akkor nagyon szép emelkedő trendet lát benne folyamatosan. És már a leminősítések, EON kapott a SocGen-től egy 7,8-as új célárat, ez 8,1-ről húzták ennyire le, és még a vételi ajánlásukat is tartásra módosították, valamint a BMW kapott a JP Morgan-től egy 93 euróról 90 euróra való lehúzást neutrál megjegyzéssel, tehát hogy sem túlsúly, sem alulsúlyra nem javasolják, jelenleg 80, hát majdnem 84 eurónál azért ebben még lehet emelkedési potenciál. És a pénteki nap délután a BMW kapott szintén a Goldman Sachs-tól egy levágást, hogy 82 euróba határozták meg az új célára, tehát ő még a jelenlegi alá is süllyedt egy kicsit. Úgyhogy ebből olyan borzasztó nagy sztorikat talán nem látunk, talán az EON-ra érdemes egy kicsit figyelni. Az ugye viszonylag jót ment az elmúlt időszakban, és azért ezt egy kicsi figyelmeztetésnek szánják talán. Még egy gyors válti hír van. Ryanair vezérigazgatója beszélt picit saját jövőjéről, de inkább a Lufthansa-val szembeni várakozásokra, ami így érdekes, mert hogy a kettő között nem sok minden van, egy stratégiai együttműködést terveztek, de aztán nem sok minden lett abból. Talán azt a megegyezést, vagy közeledést kicsit alábeszéli most azzal, hogy továbbra sem tervez hosszú távon, mármint hosszú távú fapados járatok indításában nem gondolkodik, és Lufthansa-t ő ugye azzal kerülgette annak idején, hogy mi lenne, hogyha ő így Európán belül ráhordana a hosszú távú Lufthansa járatokra. Nagyjából szerintem ezt szólhatott igazából még. Ezen kívül ilyeneket mondott, hogy szerint a Lufthansa 3 éven belül megvásárolja az Air Berlint, mert hogy annyira tőle bérli a gépeket, személyzetet, hogy tulajdonképpen érdemes lenne megvásárolnia. Meg a saját magáról még annyit mondott, hogy szeretne 20% fölé jutni piaci részesedésben az európai piacon. Jó, oké. Okay. Nagyjából ennyivel tudtam nektek már. Szuper jó volt, köszönjük szépen. Még lejjebb, de most már 111 pont mínuszban éppen a német indikáció, úgyhogy hát izgalmas lesz ez a mai nap. Hát meg az egész hét, még szerdán beletromfolnak a britek is a folyamatukkal, úgyhogy izgi lesz. Igen, kezdődik az izgalmas. Kezdődik, így van. Köszönjük Péter, jó munkát, jó kereskedés nektek. Sziasztok, nektek is szép napot! Varjú Péterrel beszélgettünk, az Erste Befektetési ZRT befektetési szolgáltatások igazgatójával. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.